És egy gyors helycserét követően velem szemben Meszerics Tamás, az LMP európai parlamenti képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét. Valami olyasmit mondtam a felvezetőben, a műsor felvezetőjében, szerintem még nem volt itt és nem hallotta, hogy nagy kérdés, hogy Európa az követ bennünket, vagy pedig elítél. Ugye sokszor mind a két narratívát lehet hallani Magyarországon. A jobb oldal attól hangos, hogy lám-lám, Európa ugyanazt csinálja, Orbán Viktor egy lépéssel Európa előtt halad, másik része pedig azt mondja, hogy hát Brüsszelben a hajukat tépik az eurokraták attól, ami Magyarországon történik. Ön mit tapasztalt? Tehát amikor beszélget külföldi kollégáival, akkor azok mit mondanak? Tamás, mi történik nálatok? Hát igen, ezt a kérdést szokták első körben föltenni az európai parlamenti képviselőtársaim, igen. Ez szokott az első kérdés lenni, de szerintem mind a két állítás egyszer is tud igaz lenni, ez a kettő nem zárja ki egymást. Európa nem követi a magyar politikai kampányoknak a dinamikáját, hanem az európai jobboldali pártok nagyon hasonló helyzetben vannak, mint a Fidesz. Általában megerősödött egy szélső jobboldali, radikális jobboldali riválisuk, és ennek kapcsán arra játszanak, amire tudnak, ez adott esetben csomó helyen a menekült kérdés Dániától Franciaországig. Orbán Viktor elkezdett beszélni a menekült kérdésről, és egy héten, két héten belül elkezdtek ömleni a felvételek Dover-Calais, hogy az emberek ott állnak és kapaszkodnak fel a kamionokra, tehát valami egészen elképesztően tökéletes volt ilyen szempontból az időzítés, vagy egy lépéssel előtte járt a dolgoknak. Nem, mert Európában és az európai, nyugat-európai médiák, különböző médiákban október óta, legkésőbb október óta menekült kérdés az mindent megelőz jelentőségben. Közel-Keletet, mindent. Általában gazdaságpolitikai kérdéseket. A görög válság az egyetlen, ami most beelőzött a menekült kérdés elé. Európa október óta a menekült válságról szól. Hát azért, mert drámai képekben lehet látni, hogy a földközi tengerben megfulladnak emberek. Ez október óta uralja a nyugat-európai médiát egyébként, és ennek kapcsán ugyanolyan hangok erősödnek föl természetesen, mint Magyarországon, és ezt ugyanúgy használja ki általában a jobboldali politika. Ugye van egy új helyzet, amivel még a világ nem találkozott, ezt mondtam Nógrádi Györgynek és Tálas Péternek is, és mindenki keresi a válaszokat, de azt gondolom, hogy senki nem tudja még, hogy hol vannak a jó válaszok. Hát tehát ilyen szempontból, amit Orbán Viktor csinál, az is egyfajta útkeresés. Ez kétségtelen, minden kormány mindig utakat keres, amikor olyan problémával szembesül, amire nincs fölkészülve. Az, hogy egy kormány nincs fölkészülve egy ilyen problémára, azért nem csak az a magyar megkérdezhető kormány... a kormánytól is, de ettől majdnem teljesen független. Egész Európa keresi a válaszokat. Igen, de az a kérdés, hogy tesszük fel a kérdést. Az sokban meghatározó, hogy találunk-e értelmes választ, vagy sem. És ha azt, ami egyébként egy integrációs probléma, hogy mit csináljunk, menekültek második, harmadik generációs, peremre szorult, radikalizálódó leszármazottaival Európában, azt összekeverjük azzal, hogy kik és hányan lépnek be a határon, akkor biztos, hogy nem találunk jó megoldást. Az integrációs kérdésre, vagy az integrációs válságra, ha úgy tetszik, nem lesz megoldás a menekült kérdés rendezése, mert változatlanul azzal a 3,5 millió itt élő menekült, akik már itt élnek, valahogyan velük foglalkozni kell, őket integrálni kell. Ez teljesen mindegy, ha körbeveszünk egész Európát 60 méter magas betonfallal. Ezt a kérdést akkor is kezelni kell. Ugye ön is valószínűleg azt mondja, amit nagyon sokan, hogy az első-második generációs menekültek még integrálódni akarnak, és aztán mondjuk a harmadik generációban jön elő az, hogy szembesülnek a gyökereikkel, vissza akarnak találni a hagyományaikhoz, vallásaikhoz, és így tovább, és így tovább. De erre én meg azt mondom, hogy az első generációs menekültből lesz a második-harmadik generációs. Tehát lehet azt mondani cinikusan, az első generációt meg kell állítani, és akkor majd nekünk nem kell azzal a problémával foglalkozni, hogy hogyan integráljuk a második-harmadik-negyedik generációt. Én szerintem nyilván ezt is lehet mondani, tehát sőt, azt is lehet mondani, hogy ha megszabadulnánk mindazoktól, akiket eddig befogadtunk, akkor még egyszerűbb lenne a kérdés. Tehát persze, ezek mind logikailag lehetséges válaszok, de az integrációs problémának az a lényeg, hogy ez nem csak a menekülteket és a második, harmadik generációs menekültek leszármazottait érinti, vagy egyébként a nem Európából érkező bevándorlókat. Ez érint egy csomó más marginális csoportot. Európa rosszul integrálja a marginális csoportjait, több társadalma is, és amíg erre nem találunk európai szintű megoldást, ezek újra fognak termelődni helyi szinten,
minden egyes alkalommal. Igen, csak amíg mi keressük a jó válaszokat, addig dőlnek ezek az emberek Európában. Ez kétségtelen. Van külön egy menekült probléma, de ennek valójában nagyon kevés, szinte semmi köze nincs az integrációs problémához. Én erről beszélek, hogy ez két külön probléma, és ha nem külön kezeljük a két kérdést, akkor nem fogunk értelmes választ találni. Az, hogy megindult egy menekült hullám Európába, ez kétségtelen tény. Ez a menekült hullám egyébként nem annyira drámai, mint amennyire szeretik azért lefesteni. Ez nem egy új népvándorlás, ez mondjuk megduplázódott a 2010-es évek elejéhez képest. Ez összesen azt fogja jelenteni, hogy Európába ebbe az évben várhatóan érkezik 300 ezer ember. Egy 500 milliós kontinensről beszélünk. Tehát nem, ez nem egy akkora tragédia azért, mint mondjuk a hunok bejövetele. Ezzel együtt kétségtelen van egy újabb menekült hullám, amit kezelni kell, és egy csomó helyen tudják kezelni, más helyeken nem tudják kezelni, attól függően, hogy mennyit kapnak ezekből az új menekült hullámokból. Magyarország körülbelül háromszor annyit kap, mint a korábbi években, de ezzel együtt is ezt azért nem tudja kezelni, mert ez egy kezelhetetlen mennyiség, hanem azért nem tudja kezelni, mert leépítette ennek az intézményrendszerét, egyébként meg a Gyurcsány kormány mondjuk a határőrséget. Több, ugye furcsa skizoid helyzetben vagyunk mi magyarok, mert több százezer honfitársunk dolgozik Nyugat-Európában egy jobb élet reményében, tehát ha úgy tetszik, gazdasági menekültként. Amikor ön beszélget európai parlamenti képviselőkkel, akkor van-e bármiféle, hogy mondjam, rosszallás a hangjukban azt illetően, hogy na jó, de hát Tamás, hát a tieitek dolgoznak nálunk az éttermekbe, ti meg lezárjátok a határt az újonnan érkezők elől. Tudom, hogy uniós állampolgár, de az ő szempontjukból lehet, hogy nem olyan nagy a különbség, hogy egy magyarról beszélünk, vagy nem tudom én, egy törökről. Kétségtelen hallottam már ilyet, és azért ez a kisebbség, tehát ez pár emberről beszélünk, hogy ilyet hallottam. Tehát visszahathat-e ránk az, ami most visszahathat, de ez ebben nem egyedülálló Magyarország. Tehát ha lengyel képviselővel beszélek tőle is, hogyha mondjuk a jobb oldaláról érkezett, akkor azt fogom hallani, hogy a menekültek az rettenetes nagy probléma. Majd amikor meghallja a másik oldalról, mondjuk Farázs úr szózatát arról, hogy a lengyeleket már pedig ki kell tiltani Nagy-Britanniából, abban a pillanatban egy szó nem lehet róla. Tehát ez a kettőség máshol is megvan, ez nem csak egy magyar sajátosság. Meszeris Tamás, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.